Mi az üzleti sikered egyik legfontosabb titka, és mi az a tényező, amivel egészen biztos, hogy szembesülni fogsz, és mindegy, hogy mit csinálsz, hogyha sikeres szeretnél lenni, bármennyire, picit, közepesen, nagyon, akkor érezni fogod, mint negatívumot, és hogyha ezt nem tudod megfelelően kezelni, akkor nem fogod elérni a sikert. Erről szeretnénk ma neked beszélni, üdvözöllek, Szilágyi Balázs, ez a honlapra fel csatorna, iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Van egy nagyon éles különbség, ami az üzletileg sikeres vállalkozások, inkább úgy mondom, hogy vállalkozók és a nem annyira sikeres vállalkozók között van. Azért mondom úgy, hogy vállalkozók, mert ez sokkal inkább egy fejben eldőlő dolog, mint sem az, hogy most nem tudom én milyen szoftvert alkalmazol, vagy milyen irodában vagy. Ezt nagyon-nagyon látom, amikor képzésre jönnek hozzám az emberek, hogy igazából kétféle módon állnak ahhoz, amikor ugye kiderül, hogy mi az, amit csinálni kellene. Én ugye online marketing, keresőoptimalizálás képzéseket tartok, és csak nagyon röviden, hogyha nem ismersz, nem azt tanítom, hogy na dőljél hátra, és majd akkor jön a csoda megoldással a pénz, hanem igenis dolgozni kell, meg kell bizonyos dolgokat csinálni, így fogod elérni, amit szeretnél. És ez a különbség határozza azt meg, hogy sikeres tudsz-e lenni vállalkozóként, vagy nem. Ez pedig a következő. A célodra, bármilyen célodra tudsz-e koncentrálni, vagy pedig valamilyen problémára. Elmondom, hogy miről van szó, elmondom egy konkrét példával, és utána egy picit segítek ezt a gyakorlatba elhelyezni. Arról van szó, hogy amikor például vegyünk egy keresőoptimalizálási képzést, ennek az egyik napja arról szól, hogy hogyan írj egy szöveget úgy olyan módon, hogy azt a Google szeresse, és ebből látogatókat szerez, amikor utána vevőt tudsz csinálni, stb. Nyilvánvaló, hogy most lehet, hogy ez neked nem fontos, ebben a pillanatban ezzel semmi gond nincsen, de akik eljönnek erre a képzésre, azok ezért jönnek el, hogy ezt megtanulják. És ugye, még egyszer mondom, nem azt árulom, hogy na majd megnyomod a zöld gombot, és akkor hip-hip hurrá, valahonnan jönnek a látogatók a semmiből, és ömlik neked a pénz, hanem hogy konkrétan dolgozni kell, megvan a technikája, hogy ezt hogyan csinálj, és bizony csinálni kell, szövegeket kell írni, publikálni, stb. És kétféle hozzáállás. Van az egyik az, hogy ha van valami kérdés, nyilván az illető fölteszi, de megoldja, valahogyan bezsúfolja az idejébe, megnézi, megoldja, és elkezdenek jönni az eredmények, akár már egy hónap múlva. A másik már ott a képzésen elkezdi föltenni nekem a kérdéseket, vagy elkezdi adni azokat a dolgokat, amik tulajdonképpen azt sugározzák, hogy hogyan nem fog ez működni, tehát hogy ez nála esetleg az ő piacán miért nem így van, miért nem lesz neki erre ideje, hogyan nem tudja ezt kiadni, stb. Stb. És az a helyzet, hogy bármibe kezdesz, bármivel foglalkozol, ez ami nem csak céges, nem csak üzleti vonalra igaz, de ez a videó most arról szól, lesznek akadályok, lesznek problémák. Ez egészen biztos, hogyha csinálsz valamit, és nincsenek akadályok, nincsenek problémák, akkor az a helyzet, hogy nem igazán csinálsz semmit, vagy annyira alacsony szintű célt választottál, hogy, mert bocsánat a kifejezésért, de nem méltó hozzád. Tehát, hogyha csinálsz bármit, amit szeretnél elérni, lesznek akadályok, lesznek problémák. Most én fölteszem a kérdést, a költői kérdést, hogyha úgyis lesznek problémák, akkor miért teszed oda saját magadnak már rögtön az elején? Tehát ahelyett, hogy azt mondanád, hogy oké, lesznek problémák, tudom, hogy lesznek akadályok, ezeket majd valahogy le fogjuk küzdeni, de most nem ezzel foglalkozom, nem még megpróbálok generálni akadályokat magamban, mielőtt egyáltalán elkezdeném, hanem egyszerűen csak fókuszálj arra, hogy mi a célod, mi amit el akarsz elérni. És hadd mondjak még egy gondolatot itt ezzel a céllal, vagy ezekkel a célokkal kapcsolatban, mert azt látom, hogy ezt is nagyon sokan nem kezelik a helyén. Amiről én most ebben a videóban beszélek, bocsánat, és ez ugye általában is igaz, nem feltétlenül kell ilyen hatalmas világmegváltó célokra gondolni. Sőt, a legtöbb esetben, amikor egy sikeres vállalkozás, tehát a felépítéséről van szó, akkor valószínűleg van egy magasabb rendű, nagyobb cél, de igazából sok kis célból áll össze, én ezt figyeltem meg, sok kis célból áll össze az eredmény. Tehát amikor azt nézzük, hogy valaki mondjuk hogyan, maradjunk ennél a példán, amit az előbb mondtam, valaki mondjuk hogyan ér el a keresőben sikert, ehhez nem a világot kell akarni megváltani,
ehhez elég lehet annyi, hogy figyelj, szeretném megduplázni a keresőből a forgalmat, vagy figyelj, szeretnék havonta 10 000 látogatót a keresőből, vagy szeretném 20%-kal növelni a bevételünket. És vagy akár csak szeretnék 100 cikket a honlapomra, amivel segítem az embereket az adott témában eligazodni, az adott témáról információt adni nekik, stb. Tehát ne feltétlenül keres mindig és mindenben ilyen nagyobb, magasabb rendű célt. Persze, hogyha ez van, és hogyha ezt tudod, és ez motivál téged, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és igazán az az, ami meg tud téged mozgatni. De főleg az üzleti életben sokszor a kisebb célok is elegendők ahhoz, hogy az embert előre tudják vinni, eredményt tudjon elérni. És megint csak főleg az üzleti életben nem szabad lenézni a számszerű célokat. Nincsen azzal a probléma, hogy 2-szer annyit akarok keresni egy év múlva, vagy x forint bevételt akarok elérni 3 éven belül. És tedd meg, hogy fókuszálj erre a célra. Tehát gondolkozz ezen a célon, ezt nézd meg, hogy mit lehetne csinálni, hogyan tudod elérni, képzeld magad bele, hogy már ott vagy, hogy érzed magad, milyen érzés, mit csinálsz akkor, hogyan viselkedsz akkor, mert ahogy mondtam, problémák mindig lesznek, akadályok mindig lesznek, és hogyha már az elején oda teszed te magadnak ezeket az akadályokat, ezeket a problémákat, még mielőtt azzal foglalkoznál, hogy egyetlen célt el akarod érni, hogy a cél lebegjen ott a fejedben, hogy na igen, ez az, amit én igazán el akarok érni, akkor az a rossz hírem, hogy esélyed sem lesz elérni azt a célt. Elkezdesz majd a problémáiddal játszadozni, és nem fogod elérni a sikert, az üzleti sikert, amiről pedig ez a videó szólt, és amiben ez a videó szeretett volna segíteni. Remélem, hogy ez sikerült. Nyomj egy ilyet, hogyha igen, vagy hogyha bármi újat kaptál benne, bármiben elgondolkoztál. Iratkozz fel a csatornánkra, hogyha még nem tetted meg, teljesen ingyenes a feliratkozás. Ilyen és ehhez hasonló, akár üzleti motiváció témában, akár online marketing, kereső optimalizálás, WordPress témában találsz itt rendszeresen videókat hetente. Általában több videót teszünk föl. És nagyon köszönöm, hogy itt voltál.